Az új lakhatási törvény értelmében a lakótömb igazgatója lehet hivatásos, vagy a lakók maguk közül választják meg a közös képviselőt. Az így kinevezett igazgató viszont ingyen dolgozik. Nagyon nagy lesz a súlya annak tényleg, hogy kik lesznek ezek az emberek. Nagyon nagy kérdés, hogy hogy lesznek, milyen módon kiválasztva, és hogy ezek megfelelő személyek lesznek-e. Én úgy gondolom, hogy az állami struktúrába bekerült egy új munkahely is tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy ezt cégek fogják majd végezni, és cégek fognak majd kiutalni személyeket. Nem gondolom, hogy bárki is ezt el fogja fogadni ingyen. Már onnan kiindulva, hogy nagyon komoly büntetések vannak előlátva, amennyiben nem végzi a munkáját felelősségteljesen ez a közös képviselőt. Király István elmondta, hogy a köztársasági költségvetésből minden évben ugyanaz a 6 regionális fogyasztóvédelmi szervezet kapja meg ezeket az eszközöket. Valószínű, hogy vannak gondok és problémák éppen olyan egyesület újvidéki székhelyel, amely évek óta nem tud elszámolni a minisztérium által jóváhagyott eszközökkel, viszont a pénz el lett költve, és ugyanaz a szervezet egymás után több éven keresztül újra és újra pályázik és megkapja az eszközöket. A zentai házi tanácsok elnökeinek egyesülete igazságtalannak és törvénytelennek tartja a zentai távfűtés díjának jelenleg érvényben lévő elszámolási módját. Emiatt kikérték a bányászati és az energetikai minisztérium véleményezését. Amikor megérkezett a válaszok, egyértelművé vált két dolog, ami merőben ugye megváltoztatná a községi rendelet idevágó szakaszait. Az első az, hogy ezek a költségelosztók nem mérő eszközök. És köztudott dolog, hogy a költségelosztása, vagy a költség kiszámolás és megfizettetése akármelyik energia hordozó esetén csak a valósan mért és átadt energia, vagy ebben a konkrét hőenergiáról szól. A másik esetben egyéni, személyi fogyasztás soha nem képezheti egyetlen egy elszámolási alapot. A zentai házi tanácsok elnökeinek egyesülete tavaly áprilisban átadta a zentai önkormányzatnak a minisztérium véleményezését, de akkor nem reagáltak rá. Októberben megismételték a kérelmüket, és sikerült beterjeszteniük a novemberi ülésre, de a végén, magyarázat nélkül, levették az ülés napirendjéről.